A program keretében megújul Székesfehérváron a Széchenyi, a Deák, a Váci és a Bugát iskola. Mindegyik intézményben lecserélik a tanbútorokat, tanműhelyeket hoznak létre és újítanak fel, de olyan iskolák is vannak, ahol új épületet alakítanak ki. A nagyszabású fejlesztés közel 6,5 milliárd forintba kerül, uniós, valamint kormányzati forrásból valósul meg. A hazai uniós és helyi forrás tekintetében az meghaladja 30 milliárd forintot. 30 milliárd forintnyi fejlesztés zajlik most akár előkészítés, akár már kivitelezés tekintetében Székesfehérváron, ami mind-mind oktatásfejlesztésre fordítódik. Óriási szám, ezért köszönet mindenkinek, aki ezért tett. A város országgyűlési képviselője hangsúlyozta, Székesfehérvár hazánk egyik gazdasági erőcentruma, így nagy a szükség a szakképzett munkaerőre, ehhez pedig az oktatás fejlesztése nélkülözhetetlen. Nem csak arra vagyunk büszkék tehát, hogy erős a gazdaságunk, arra is büszkék vagyunk, hogy ez a gazdaság, ez az erős gazdaság nem egyetlen erős pilléren áll, hanem sok kisebb, erős pilléren magyar és külföldi vegyes vállalatok és külföldi tulajdonú vállalatok képezik azt az erős alapot, ami ezt a gazdasági teljesítményt adja. A program célja a szakképzési környezet vonzóvá tétele, valamint a 21. századi szakképzés infrastruktúrális feltételeinek megteremtése, mondja a Szakképzési Centrum főigazgatója. Horváth Lajos Zoltán a szakképzésben történt reformokról is beszélt, rámutatva a helyi sajátosságokra. A Széchenyi és a Váci szakma szerkezetét nézve látható, hogy a két iskola nem konkurenciája, hanem inkább kiegészítője egymásnak. Ez, vagyis a párhuzamosság minimálisra csökkentése az iskoláink között kiemelt célunk a továbbiakban is. Úgy gondoljuk és látjuk, hogy ez is a 11 intézményünk országosan is példaértékű együttműködésének egyik oka. Az egyik legnagyobb beruházás a Deákban valósul meg, hiszen itt egy új épületszárnyat hoznak létre, amely a tanműhelyeknek ad majd helyet berendezéssel együtt. Amint ez elkészül, a Bugát tanműhelyei, melyeket eddig a deákos diákok használtak, felszabadulnak. A Bugát műhelyeit is megújítják a programban, emellett a Széchenyiben és a Váciban a gépészeti tanműhelyeket modernizálják a géppparkkal együtt.